A cím, hogy 3D nyomtatás az ételünkben. Eredetileg az volt a cím, hogy a 3D nyomtatás az életünkben. De azt meggondolkoztunk, hogy igazából az ételben is ott van a 3D nyomtatás. Majd a nap végén, vagy úgy pontosabban az előadás végén lehet is látni, hogy mire gondolok pontosan. Egy kis történelmi áttekintés, egy gyors történelmi áttekintés, hogy mit lehet tudni. Az 1980-as évektől kezdve alkalmazzák a 3D nyomtatást az iparban. Az első szerepe a 3D nyomtatásnak az volt, hogy a repülőgépek, illetve az autóknak a kicsinyített mását elkészítették, és például légcsatornában meg tudták nézni, illetve kézzel meg tudták forgatni. A 3D nyomtatáshoz hozzá tartozik, hogy a kompjúteren végzett, úgynevezett számítógépes tervezés nagyon fontos. Tehát a számítógépes tervezés nélkül nem tudnánk 3D nyomtatást véghez vinni. A 80-as évek vége felé, 88-ban megjelent az első SLA nyomtató. Az SLA nyomtató egy viszonylag pontos eljárás, majd a mai nap során beszélek róla. Ez egy nagy úttörés volt egyébként, egy drága nyomtatási eljárás, viszont szépen nyomtat. A 90-es években már nagyon sok 3D nyomtatással foglalkozó cég volt a világban, itt világviszonylatban kell beszélni, egyébként Magyarországon is a 90-es években jelent meg. Elején érdekességképpen mondom, hogy papírt nyomtattak, egy papírlapot leraktak, ragasztóval bekenték, de csak ott kenték be ragasztóval, ahol úgy érezték, hogy szükséges. És akkor erre sok-sok papírlapot tettek, és a legvégén egy alakzat alakult ki, hiszen ahol ragasztóval bekenték, ott összeragadt, ahol meg nem, azokat a részeket meg eltávolították. Ez volt egyébként a LOM eljárás, ez volt a kezdetek kezdete. 2009 az egyik útválasztó, ugyanis a 2009-es évtől kezdődően már kereskedelmi forgalommal lehetett kapni az úgynevezett FDM technológiát. Ezek az úgynevezett filamentes eljárások. Igazából, amikor a 3D nyomtatásról van szó, Praktiker, vagy Ocean, nem a reklámkedvéért mondom, tehát hogy ezekben az áruházakban elmegyünk, már ott is lehet találkozni ilyen 3D nyomtató gépekkel. Kisköltségvetésűek, nem a legszebben nyomtatnak. Igazából, amit körbeadtam alkatrészt, azok közül az a sárga lenne az, amelyiken az a sok anya van, tehát az a sárga az, ami ezzel az eljárással készült. Lehet is érezni a külsőn, hogy kicsit olyan durvább, mint a többi eljárás. Így gyorsan azért egy pár szót a 3D nyomtatás, hogy mi is lenne a 3D nyomtatás. Azokat az eljárásokat, amikor elveszünk valamiből, mondjuk forgácsolással, fúrás, marás, esztergálás, azokat a technológiákat úgy hívjuk, hogy szubsztraktív technológiák. És azokat a technológiákat, amikor hozzáadunk valamihez, azt nevezzük additív technológiának. Az igazat megvalva a 3D nyomtatás, mint elnevezés helytelen. Ugyanis a nyomtatás során nem 3D-ben nyomtatunk, hanem két dimenzióban, és utána folyamatosan haladunk fölfelé. Tehát rossz az elnevezés, igazából két és fél tengelyes, tehát két és fél D nyomtatás lenne a helyes elnevezés, de mivel a végső alkatrész ilyen háromdimenziós, tehát hogy kézzel megfogta, ezért nevezték 3D nyomtatásnak, amúgy a tudományos életben additív technológiáknak nevezik. 27 különböző eljárást különböztetünk meg a világban. Itt a jobb oldali ábrán egyébként összegyűjtöttem, nem akarok ezekről nagyon beszélni, egy párat azért majd bemutatok, de nagyon sok eljárásról van szó. Ami nagyon fontos ezen eljárások közül, hogy 7 fő eljárás van, és ezen 7 fő eljáráson belül, ami közös bennük, hogy 3 olyan eljárás van, pontosabban 3 alapanyaggal tudunk dolgozni. Ezen alapanyagok lehetnek a polimerek, a fémek, és van egy egyéb ilyen anyagminőségek, például az üveg, a papír, a fa, illetve hát olyan dolgok, beton például, agyag, majd a mai nap során erről is majd szót fogok ejteni. Illetve még nagyon fontos, hogy milyen halmazállapotú a nyomtatáshoz használt alapanyagom. Lehet por, folyékony, illetve szilárd halmazállapotú. Mindegyiknek vannak előnyei és hátrányai is természetesen. Itt rögtön az extrudálást szeretném egy kicsit részletesebben bemutatni a sok eljárás közül, mert ezzel lehet találkozni a leginkább a mindennapi életben. Az FDM eljárásnak nevezik. Az a probléma ezzel az FDM elnevezéssel, hogy nem helyes ennek a használata. Azért nem helyes, mert az FDM szó, ez egy mozaik szó, egy angol szavakból tevődik össze, egy cég volt az, aki ezt így elnevezte, és bizony mai napig a szabadalom még köti. Tehát igazából, ha az FDM szót használjuk, akkor picit vétünk hát a szabadalmuk ellen, tehát ez az ő nevük, az ő brand nevük, ellenben, ha az FFF szót használjuk, akkor viszont már nem tudunk tévedni. Ez az eljárás roppant egyszerűen működik. Van egy úgynevezett extruderünk, és ez az extruder ez fel van melegítve. Ebbe egy polimer húzalt belehelyezünk, ezt nevezzük filamentnek. És hogy ez az extruder fej
fel van hevítve, és ebbe belenyomjuk ezt a polimer húzalt, ami szilárd, az megolvad, és utána alól gyönyörű szépen csöpögni fog ki az extruder fejből, és a gép, ahogy vezérelve van, folyamatosan rétegről rétegre rakja fel az alkatrészt. Nagyon fontos, hogy ezeknél az alkatrészeknél, hogyha mondjuk a alkatrészem így a levegőben van, tehát például itt, amit fogok az egerembe, ez a prezenter, akkor ami rész a levegőben van, azt nem tudja ez a gép kinyomtatni, olyankor úgynevezett támaszanyagot szoktak aláhelyezni, és ez így megtámasztja. Az a támaszanyag a legvégén eltávolítható. Komolyabb gépeknél külön anyagot szoktak használni a támaszanyagnak, ami könnyebben eltávolítható, és egyúttal még olcsóbb is. Az eljárás nem olyan pontos, mint ez látható is rajta, tehát ilyen plusz-minusz 0,15-0,3 mm-es pontossággal lehet vele dolgozni, viszont hát az olcsósága, az egyszerűsége ezt teljes mértékben kárpótolja. Megjegyzem, hogy ezzel az eljárással fémet is tudunk nyomtatni. Ha a polimer húzalba fémport kavarunk, akkor ez a fémpor, miután kinyomtattuk az alkatrészt, ez ott lesz benne az alkatrészben. És utána ezt az alkatrészt berakjuk egy kemencébe, egy olyan kemencébe kell berakni, ahol viszonylag nagy hőmérséklet van, olyan nagy hőmérséklet van, hogy ez a fémpor össze tud olvadni, és ami körülötte van műanyag, ami eddig ott tartotta, az még ki fog belőle olvadni. Igaz, hogy ebben az esetben az alkatrészünk egy picit így össze fog majd zömülni, tehát kicsit kisebb lesz, mint eredetileg volt, tehát a mérnököknek az a dolga, hogy kiszámolják, hogy mennyit fog majd összeni, mennyivel nagyobbra kell nyomtatni az eredeti átmérőtől. A fémnyomtatás területén egyébként ez a legolcsóbb és legegyszerűbb eljárás. A következő eljárás, amiről egy pár szót mondanék, ez a úgynevezett alapanyag áramoltatás. Ezt azért raktam be, mert tényleg ez az egyik legdrágább és legszebben nyomtató eljárás. Itt folyékony, lényegében tintaszerű anyagot fogunk használni. Ez úgynevezett UV-re térhálósodó fotopolimer. Az a színes alkatrész, amit körbeadtam, amin ilyen mindenféle szín van, még rücskös, azt nyomtatják ezzel az eljárással. Egy gépen belül kavarja a színeket is, illetve nagyon szépen rétegről rétegre lehet vele dolgozni. A pontosságán is meglátszik plusz-minusz 200 mm-es pontossággal is akár lehet vele dolgozni, még akár ennél jobbat is el lehet érni drágább géppel. Később kitérek, hogy ilyen gépet hol lehet használni, úgyhogy az meg is érje. Ami fontos, hogy ennél az eljárásnál a támaszanyag az szintén lennie kell, tehát ha támaszanyagra van szükség, az is külön tartályból megoldható. Fotopolimerizálás. Amikor kiteszünk egy műanyag alkatrészt a napra, akkor idővel észrevehetjük, hogy előregszik és hogy elporlad. Ezt úgy hívják, hogy degradáció. Na most, vannak olyan alapanyagok, amik a UV-fény hatására így kicsit úgy megszilárdulnak. Ezt nevezik egyébként, ezek is ugye fotopolimerek, és ez egy ilyen monomerizáció. Na most, ilyenkor van egy tégelyünk, és abba a tégelybe ez a folyékony úgynevezett rezin bele van öntve, egyébként gyantának is szokták nevezni, és a lézerfény hatására, ahova világítok, ott ez meg fog kötni, ott meg fog majd szilárdulni. Ez az eljárás egyébként viszonylag olcsó eljárás. Minek köszönhető az olcsósága? Annak köszönhető, hogy a szabadalma lejárt, és a kínaiak most már gyárthatják. Úgyhogy most már tényleg ez az oka neki. Van egy másik eljárás, ez a DLP, ez is nagyon hasonló. Itt is ugyanaz a szituáció, mint az előzőnél, az SLA-nál. Nem sok a kettő közt a különbség. Annyi, hogy a DLP-nél egy színes kijelző van alól, és itt is UV-fény van. Megjegyzem, hogy ezeket az alkatrészeket, miután kinyomtattuk, meg kell még egy picit szilárdítani, mert a nyomtatás során kicsit lágyak maradnak. Mi például itt az egyetemen a szilárdításra ugyanolyan lámpát használunk, mint amit a műkörmösök használnak, hogy a körömlak megszáradjon. Ennek a hullámhossza 405 nanométer, úgyhogy hasonló alapanyaggal dolgozunk mi is. Igen, még egy eljárás volna, amit fontosnak éreztem, ez az úgynevezett SLS eljárás. A fehér gyűrű, amin az anya van és mozog, igen, az lenne az az eljárás, amit pontosabban az lenne, tehát ilyen eljárással készült az alkatrész. Azt kell tudni erről az eljárásról, hogy ez egy porágyban van, lézerfénnyel olvasztják meg az éppen belehelyezett port. Itt a por nem csak műanyag, hanem fém is lehet. És miután elkészült az alkatrész, a porból ki kell venni, le kell söprögetni róla, egy időzőjelesen le kell söprögetni, ugyanis a por nagyon veszélyes, nagyon finom, tehát belélegezve igen veszélyes. Viszont az alkatrész támasztja hőmérséklet szempontjából is jó, mert elvezeti a hőt. Viszont mikor kivesszük az alkatrészt,
kézzelfogható, és lényegében rögtön már használható. Az a kardántenge is ezzel az eljárással készült egyébként, meg hát az az anya is, ugye látszik, tehát semmilyen más eljárással nem tudtunk volna egy olyan kerek, mondhatni fánkra vagy gyűrűre egy anyát úgy ráhelyezni, tehát meg lehet nézni ezt a gyűrűt, azon semmilyen ragasztás, kötés, semmi nincs, az egy az egyben lett kinyomtatva. És a végére hagytam két eljárást, ami kicsit hasonlít egymáshoz. Itt lézerfényt használunk, azért mutatom be ezt a két eljárást, mert amiket bemutattam eljárásokat, azok mind-mind olyan eljárások, amivel rendelkezik az egyetem. Tehát ezt fontosnak éreztem, hogy azokat mutassam be, amivel mi kísérletezünk. A baloldali képen egy olyan eljárás látható, amikor a lézerfénybe fémpor szemcséket adagolunk, ezt megolvasztva rétegről rétegre fel tudjuk rakni az alkatrészünket, és akkor a legvégén, mikor elkészül, akkor nem egy majdnem kész alkatrész van, ezzel az eljárással nem tudunk olyan nagyon pontosan nyomtatni, viszont nagyon jó minőségű alkatrészeket tudunk nyomtatni, és ami különlegesség ennek az eljárásnak, hogy a porok keverésével új anyagokat tudunk létrehozni. A mai tudomány ott tart, hogy már nem úgy hoznak létre új fémeket, hogy kemencékbe, olvasztótégelyekbe kavargatják őket, meg ilyesmi, hanem a porokat kavarják össze, és utána ezeket a porokat ezzel az eljárással megolvaszták, és valami kis alakzatot kinyomnak, és ott van a kész új anyagunk. Példának okáért mondom, hogy a hidrogén technológia az manapság igen elterjedt, mindenki tudja. A hidrogén technológiának az a probléma, hogy a hidrogén nagyon nehéz tárolni. És a hidrogént azért nehéz tárolni, mert mindenbe szeret diffundálni, nagyon könnyen diffundál, kis hőmérsékleten diffundál, és a fémekbe is így belemegy, a fém utána ridegtörékeny is lesz, tehát hogy könnyen el tud törni, meg el is hagyja. Tehát egy tartályba belerakok egy kis hidrogént, egy-két nap is már volt, nincs benne hidrogén. Ezzel az eljárással olyan fémeket tudnak létrehozni, amik a hidrogént magukba engedik, de utána már ki nem engedik. Jelenleg ezek a legmodernebb kutatási technológiák. A jobb oldali ábra az egy kicsivel egyszerűbb eljárás. Itt lényegében egy húzal külön van adagolva, és annak a segítségével valamilyen hőforrás, ez lehet lézer vagy plazma, megolvasztjuk az alkatrészt. Ez a jobboldali eljárás inkább úgynevezett ilyen felrakott rétegekre, felrakó hegesztésnek is szokták mondhatni csúfolni. Ezzel az eljárással egy általános acél, egy rosszabb minőségű, szokták úgy mondani hétköznapi, hogy bigli acél. Tehát ilyen rosszabb minőségű acél lapunk van, és ezzel az eljárással egy olyan réteget tudunk rajta képezni, ami nagyon-nagyon jó minőségű. És éppenséggel van egy nagy, mondjuk egy markolólapátunk. A markolólapátot azt egy olcsóbb anyagminőségből elkészítem. Maga az elkészítés is könnyebb, hiszen az olcsóbb anyagokat viszonylag könnyebb megmunkálni, de utána az a része, ami a betonnal érintkezik, azt ebből a jobb minőségi anyagból fogom majd elkészíteni, és sokkal kopásállóbb lesz, illetve hát a környezeti viszonytalanságoknak is ellenállóbb lesz. Hát ezek lettek mondani a technológiák röviden bemutatva, ezt mindenféleképpen fontosnak éreztem, hogy elmondjam, ugyanis a következőkben, amiről beszélni fogok, az már ezekre fog majd alapozódni. Itt rögtön a előnyöket, hátrányokat nézzük meg. Ez a videó ez azért érdekes, mert ilyen nyomtatónk is van természetesen. Jelenleg az iparban ez a leggyorsabb FDM nyomtató. Tehát ez a felvétel, ez nem egy gyorsított felvétel, ez a valóságban így dolgozik ez a gép, hogyha valaki látott már ilyen FDM technológiát, pontosabban FFF-et, mert én is ugye rosszat mondok, még a végén feljelentenek, tehát ha valóban valaki látott már ilyen technológiát, akkor tudja, hogy ez nagyon gyorsnak számít. Ez nincs felgyorsítva, ez olyan gép kell, ami természetesen ezt tudja kezelni, és a megolvasztás sem mindegy, hogy van megolvasztva. És akkor az előnyöknél rögtön itt feljön, hogy a gyorsabb gyártás. Tehát látható, hogy viszonylag gyorsabban tudunk gyártani egy hagyományos eljárással. Tehát az alkatrész, mire elkészül, mondjuk marással, a nyomtatással hamarabb el tudunk vele készülni a legtöbb esetben. Természetesen vannak olyan esetek, amikor a 3D nyomtatás lassabb, mint egy hagyományos eljárás. Például egy fröccsöntés, egy fröccsöntéssel nem fogja tudni felvenni a versenyt, hiszen ha lemegyünk a piacra vagy vásárokba, akkor láthatjuk azokat a rengeteg műanyag terméket, vagy a nem tudom, ilyen euróboltba bemegyünk, azt a rengeteg lavrot láthatjuk, hogy ott van, azokat százassával gyártják másodpercenként, azzal nem fog tudni versenyezni ez az eljárás. Habár maga a szerszám költsége annak az eljárásnak sokkal, de sokkal több. Minőségi tervek és termékek. Itt azért mind a kettőt fontosnak érzem kiemelni, mert a termékek esetében arra kell gondolni, hogy viszonylag jó minőségű terméket lehet nyomtatni. Azért hoztam ezeket az alkatrészeket, hogy semmilyen magyarázatot ne kelljen mellé tennem, ugye láthatóak, hogy jó minőségűek. A tervek esetében azt kell mondjam,
hogy ha egy 3D nyomtatás segítségével kinyomtatok egy alkatrészt, és látom rajta, hogy az nekem nem tetszik, az úgy nem jó, akkor újra tudom tervezni. Ha ezt más eljárással csináltam volna, egy szerszám segítségével, fröccsöntéssel, hát akkor ott vakargathatnám a fejemet, mert mondjuk 10 millióért gyártották nekem, 10 millió forintért gyártották nekem azt a szerszámot, és nekem most egy új szerszámot kell csináltatni, mert nekem az nem tetszik. Ezt nevezik egyébként prototípus gyártásnak. Tehát azért is volt, hogy a legelső diána mondtam, hogy a 80-as években a prototípus gyártásra találták ki. Könnyű tesztelhetőség és integráció, lényegében itt is erről van szó, amit mondtam, tehát könnyen tudunk tesztelni, de itt a tesztelésnél arra is kell gondolni, hogy legyártok egy alkatrészt, és valóban tudom tesztelni. Nekünk, ezt azért nem hoztam, mert kicsit nagy méretű, van olyan porszívunk, amit 3D nyomtatással készítettek. Az a porszívó letesztelhető, hogy mennyire ergonomikus, mennyire könnyű vinni, mennyire jól működik neki a vákum része, mennyire tetszik a felhasználóknak, hogy gurul, mind gurul, a küszöbön, meg ezeken hogy megy át. Tehát lényegében ilyen tesztelhetőségekre kell gondolni. Könnyű testre szabhatóság. Tehát lényegében a 3D nyomtatásnak csak a gondolat tud határt szabni. Amit kigondolunk és elképzelünk, azt 3D nyomtatással el lehet készíteni. Lehetséges, hogy az otthon lévő nyomtatónk nem alkalmas rá, viszont biztos, hogy van olyan nyomtatási eljárás, ami alkalmas lesz erre. Különböző méretek és formák, ezek az olcsóbb nyomtatók, viszonylag olcsók, mert ugye megy lefelé az áruk a kínai piacnak köszönhetően, ezek az olcsóbb nyomtatók, ezek kisebb mérettel szoktak rendelkezni. A nagyobb nyomtatóknál már az a probléma, mert a nyomtatás minőségének a rovására megy, ha azt akarjuk, hogy nagyobb méretben pontosabban tudjunk nyomtatni, akkor bizony drágább nyomtatót kell vásárolni. Érdekességképpen mondok erre kettő példát. Amerikából jön mind a kettő. Amerikaiak azok elég előre vannak a 3D nyomtatásban. Megjegyzem, hogy az én véleményem az, hogy jelenleg a mai világunkban a gyártási technológiák közül semmilyen más eljárás nem tartalmaz annyi potenciált, annyi fejlesztési lehetőséget, mint a 3D nyomtatás. Jelenleg én úgy érzem, hogy a felénél sem tartunk, amit még ebből ki lehet majd hozni a jövőben. Visszatérve ide az amerikai példámra, az amerikaiak nyomtattak már például hajót. De egy akkora hajót, mint mondjuk rektor úr meg a közöttem lévő távolság. Ez egy csónaknak számít, de azért vannak akkora nyomtatók, amik ilyen nagy mérettel rendelkeznek. Ezt könnyedén ki tudják nyomtatni, és utána még vízre is merik bocsájtani. De például az amerikai hadsereg, van az a híres amerikai tank, ez az M1 Abrams tank, híradóból esetleg lehet vele találkozni, annak a forgó része alatt van egy ilyen fogas ív, annak a gyártási költsége rettentően magas, 3D nyomtatással gyártják. Tehát sokkal olcsóbb 3D nyomtatással érteni. Miért olcsóbb 3D nyomtatással gyártani? Azért olcsóbb, mert nincsen hulladék. Tehát a 3D nyomtatás során, amit én kinyomtatok, az vannak esetek egyébként, amikor van hulladék, például amikor a technológiával valaki nem annyira ismeri és próbálkozik, vagy valami probléma történik, de hogyha a körülmények adottak, minden optimális, akkor nem nagyon szokott lenni hulladék. Különböző anyagok, de erről beszéltem, hogy igazából jelenleg azt kell mondjam, hogy bármilyen anyagot lehet nyomtatni, a mai nap során ezt be is fogom bizonyítani az előadás során. Azért egy-két hátrányról. A drágaságot már sokszor mondtam. Tényleg ezek a berendezések drágák, ugye viszonyítanék, hogy mihez képest drágák. Például, ha valaki nyomtatni szeretne bármilyen alkatrészt, és megbíz valakit, hogy nyomtassa ki, úgy nem biztos, hogy drága lesz. Tehát igazából a beruházási költség drága, de aki rááll erre, az nem fogja túlárazni a termékét. A magas fogyasztás, minél nagyobb egy ilyen gép, annál több az áram felvétele. Egyébként ezen is lehet már segíteni, például a napenergia segítségével. A károsanyag kibocsátást azt viszont teljes egészében macskakörömbe raktam, mert a régi gépekre volt ez jellemző, a mai gépekre egyáltalán nem jellemző a károsanyag kibocsátás. És akkor mire is használják a 3D nyomtatást, úgy nagy vonalak, most, hogy szépen lassan mondhatni csurgunk lefelé, és akkor megyünk bele a részletekbe. Prototípus gyártás, késztermék. A prototípus azt jelenti, hogy soha az életben nem fog kikerülni a forgalomba, nem fogják használni, azt csak nézegetik. Kétféle prototípus van, van a funkcionális és illetve a jelleghű. A jelleghű az azt jelenti, hogy például egy építészmérnökkel megterveztetünk egy házat, és szeretnénk látni, hogy is néz az ki. Kinyomtatom a házat kisméretben, egy ilyen maketben, meg tudom nézegetni, tehát jelleghű, tehát nem teljes mértékű. A funkcionális az viszont azt jelenti, hogy egy az egyben megegyezik az eredeti alkatrésszel. És
meg tudom nézni, és olyan, mintha a valóságos alkatrész lenne ott. Nem is feltétlenül muszáj egyébként, hogy az anyagminőség megegyezzen az eredetivel, hiszen én csak nézegetni akarom. Például a kokáért, hogyha mondjuk, hát bármilyen példát feltudnék, tehát manapság az ergonómiára sokat adnak, már a bicikli fogantyú is ergonomikusan van kialakítva rajta a markolat, de hogy az olyan ergonomikus legyen, azt előtte tesztelni kell, próbálgatni kell, kiválóan alkalmas rá. A kéztermékek esetében viszont ilyen végtelen jelet tettem oda, végtelen számú kézterméket lehet egyébként elkészíteni. Hát, hogy egy pár dolgot azért mondanék erről. Az autóipar, repülőipar, orvostechnika, építészet, építőipar, fogyasztói cikkek, ipari termékek, élelmiszeripar. Tehát képek, egy pár dolgot azért, pár szót elmondanék a képekről. Itt a bal felső ábrán egy ékszer látható, teljes egészében 3D nyomtatással készült. Mellette egy 3D nyomtatással készült ház látható, éppen a nyomtató is ott van rajta, ilyen készült Kecskeméten, majd részleteket mondok. A jobb oldali ábrán egy autónak a tükre látható. Egyik autógyártó, nem nevezem meg a világban bárhol lehetett, az igazat megvalva, miközben szerelték, például a munkások összetörték az egyik tükröt az autón, tehát azt már kellett volna vinni a megrendelőnek, hirtelennyiben mit találtak ki, kinyomtatták 3D nyomtatással, lecsiszolták, lefestették, és ment. Tehát ma az utakon több olyan autó is látható, ami bizony 3 nyomtatással készült alkatrészek vannak, a mai nap még erről beszélek egy pár szót. De aztán itt a középső ábrán lent látható, hogy bizony sütemények készítésére is alkalmas, illetve hát itt a jobb oldali ábrán látható, hogy az orvos technikában is előszeretettel használják, meg hát itt a bal oldali ábrán a repülőgépipar is előszeretettel használja. És akkor én rögtön rátérnék az autóipari példákra. Az autóipari példáknál az autóipar az eleinte a prototípus gyártásra használta a 80-as években, ahogy említettem is. Ma már ott tartunk, hogy az autóipar az inkább olyan eljárásként tekint rá, hogy valamit kivált vele. Például a Covid alatt ellátási problémák voltak, és ilyen egyszerű tároló dobozokat nem tudtak már kapni, vettek 3D nyomtatókat, és maguknak gyártották a dobozokat. Ez annyira jól sikerült, hogy akiktől vették a dobozokat, nem is rendelnek többet. De olyat is hallottam, hogy az akkumulátoros húrógépeknek a eltörte az akkumulátoros része, és a tokokat elkezdték saját maguknak gyártani, az elemeket, a cellákat azt meg tudták vele vásárolni, önmaguknak gyártották, mert már nem lehetett kapni. És lényegében környezetbarát technológia, hiszen nem dobták ki az akkumulátoros fúrógépet, hanem megjavították, önmaguknak gyártották, csak az akkumulátor cellát kellett kicserélni, az összes többi használható volt. Ezt a videót nem tudom, mennyire lehetett látni, újra nem tudom, hogy elbírom indítani. Erről azért akartam, ez egy érdekesség, ugyanis egy fém 3D nyomtatással készült féknyereg, a világ legdrágább autóján található ez a Bugatti lenne, és erről a féknyeregről azt kell tudni, hogy ez titániumból készül 3D nyomtatással. Az autó irdatlan drága, tehát igazából illik hozzá ez a féknyereg, de maga a féknyereg geometriai kialakítása olyan, hogy nem tudták volna más eljárással elkészíteni. Mi az, ami nagyon fontos volt itt? A hővezetés. Egyébként a mesterséges intelligencia, lehet, hogy már erről volt szó, vagy még eztán talán még lehet, hogy lesz is róla szó, a mesterséges intelligencia segítségével az úgynevezett generatív tervezést tudják megvalósítani, amikor is az alkatrészem alakzata úgy fog kialakulni, hogy nem én fogom meghatározni, hogy az hogy nézzen ki, én csak azt határozom meg, hogy mit bírjon ki, milyen terheléseket bírjon ki, és annak megfelelően a szoftver kialakítja annak a formáját. És annak az eredménye ilyen krix-krax alkatrészek. Amit körbeadtam, az a fúró persely, annak bizonyos részei generatív tervezésre hajaznak. Amit még kiemelnék, ez a bal alsó ábra, ez, hát itt nálam a kijelzőn jobban látszik, de ez egy autónak a hátsó, illetve az első világításának a búrája. Tökéletesen úgy néz ki, mint bármilyen autón a búra és a világítás, pontosan a világításnak a búrája, ez is 3D nyomtatással készült. Ezek a búrák szintén azért készültek, mert a gyártás során összetörték a búrákat, hirtelennyiben kellett, a Covid alatt nagyon sok ilyen ellátásbéli probléma volt, és az autógyártók próbálták megoldani, és a 3D nyomtatásba menekültek, nagyon jól tették egyébként, mert ha egy gyártási eljárásra van felvevő piac, akkor ennek a fejlesztése is ugye megindul. Jó. A következő a kecskeméti példa. Kecskemét a 3D nyomtatás fellegvára. Ezt a szalagcímet adtuk annak idején ennek az eseménynek. Ugyanis az történt, hogy meghallottuk, hogy
Kecskeméten egy vályogházat építenek 3D nyomtatással, pontosabban egy szaunát. Egy vályogból készült szaunát, mindenféleképp úgy éreztük, hogy nekünk oda kell menni és meg kell nézni. A történet az úgy néz ki, hogy az állványt felállították, szépen nyomtatták rétegről rétegre, agyag, cement, víz keverékéről van szó, egy csövön oda van vezetve, és ez a gép ez úgy megy egész nap körbe-körbe. Igazából a munkásoknak csak annyi volt a feladata, hogy táplálták a gépet, egy másik megnézte, hogy mint van, hogyha valamit úgy érzett, hogy nem a legjobb, akkor közbeavatkozott. A bal alsó ábrán egy komplett ház. Amerikában már városrészeket 3D-nyomtatással el tudnak készíteni, kinyomtatják pipa. Egyébként a háztetőt, meg az ilyesmiket, azokat emberi kéz állítja elő, de a falakat, alapzatokat, azokat könnyedén a 3D-nyomtatással el lehet készíteni. Jobb oldalt látszik a maga 3D-nyomtatás, amikor a házakat gyártják, hogy zajlik a folyamat. Itt a többi ábráról meg elkezdek beszélgetni. Itt a többi ábrán híd látható, hidak. És az a különlegesség, hogy ezeket 3D nyomtatással fémből készítették ezeket a hidakat. Ez a felső híd, ez Hollandiában található, a világ első hídja, ami 3D nyomtatással készült. Heggesztő robotok készítették, és lényegében így fel van heggezgetve. Itt a középső alsó ábrán látható, hogy ezek a heggesztő gépek, ezek két oldalról egymással szemben haladtak egymáshoz közel, és egyszer csak mikor összeértek, ott volt a kész híd. Ha belegondolunk, hát a hadipar nem szép dolog, de hogyha úgy nézzük a frontvonalon egy tó felett, vagy egy patak felett, vagy akár folyó felett is felállítanak négy ilyen robotot, és akkor este felállítják, másnap reggelre már lehet, hogy robotok átérnek, és ott van a híd. Tehát már ilyen technológiák léteznek. Orvostechnika. Az orvostechnika, ami nagyon fontos. Itt a jobb felső ábrán egy fül látható, ez egy igazi fül valóban, tehát ezt a fület valakinek felvarták később, 3D nyomtatással készítették. Különlegesség, hogy a Semmelweis Egyetemen Budapesten van ilyen nyomtató. Jelenleg csak olyan szerveket tudunk nyomtatni, pontosabban a fül az nem is szerv, olyan testrészeket tudunk nyomtatni, amik nem végeznek el nagyon egyéb funkciót. Tehát a fül az pont egy olyan alkatrész, a fül, az orr, amit lehet nyomtatni. Szervekkel még próbálkoznak, kísérleti szinten szerintem már elég előre haladott a technológia, a gyakorlatban még nem annyira terjedt el. Ezeket egyébként úgy nevezik, hogy bionyomtatás. A bionyomtatás mellett a protézisek gyártása is elterjedt. Itt az alsó ábrán egy koponyának egy része látható, amit egy implantátummal pótoltak. Ha annak idején valakinek valamilyen csontja megsérült és implantátumot tettek oda, biztos, hogy sokan láttak már olyan röntgenképet, hogy ilyen vasak össze-vissza állnak csavarokkal keresztben mindenhogy. Hát a 3D nyomtatás ezt teljes mértékben megoldja, mert totál az eredetivel megegyező formára legyártott hiányzó részt berakják, finoman becsavarják és el is készült. Az ortézisek, illetve a protézisek gyártása az teljesen elfogadott most már ma az orvoslásban. Nekünk, ugye, hogy dicsekedjünk, tehát van olyan 3D fémnyomtatónk, ami alkalmas orvosipari nyomtatásra. Gyártanak már gyógyszert 3D nyomtatással, sőt, már lehet is kapni ilyen gyógyszert, forgalomban van. Miért jó, hogyha 3D nyomtatással készítenek gyógyszert? Azért jó, mert a különböző hatóanyagokat különböző rétegekben viszik fel, és azok fokozatosan fognak majd elolvadni a szervezetben. És akkor a dózisnak a adagolása az így megoldódott. Tehát mondjuk a külső része az lassan olvad, a következő rész gyorsan, aztán megint lassan, megint gyorsan, megint lassan, és akkor nem kell bevennem mondjuk egy nap 3 szemgyógyszert, vagy 4 szemgyógyszert, hanem reggel beveszek egy szemgyógyszert, az egész nap ki fog tartani. De például tudunk gyártani, a jobb oldali ábrán, jobb alsó ábrán látható gipszet. Ugyanaz a gipsz látható, nem gipsz ez, de végülis gipsznek nevezzük. Az a különlegesség ennek az eljárásnak, hogyha ilyen törött csontokra akarunk gyártani úgynevezett ortéziseket, hogy az olyan helyeken, a világ tájékán, olyan helyeken, ahol nem nagyon tudtak gipszelni, Afrika szegényebb részein. Nem volt megoldott a gipsz. Már csak azért sem, mert mondjuk félő volt, hogy elfertőződik, vagy a bogarak, vagy bármi ilyesmi alámegy. Ez megoldotta ezt a problémát. Tehát
Az egyik legfantasztikusabbnak tartom. De hogyha valaki végtag hiányban szenved, akkor tudnak neki nyomtatni olyan protézist, ami teljes mértékben az eredetével fog majd megegyezni, könnyű is lesz, és sokkal kényelmesebben fogja tudni majd használni. És akkor a baloldali ábrára rátérek, egyébként ezt az ábrát vártam a legjobban, mert ezt tartom a legérdekesebbnek. Egy olyan, nem tudom pontosan, hogy hány évvel ezelőtt, de olyan 5-6 évvel ezelőtt, de lehet, hogy picivel több, a híradóban benne volt, hogy két indiai sziámi ikret magyar kutatóorvosok választottak szét. Nos, azokra a sziámi ikrekről CT kép készült, ugye komputer tomográfiával készült egy CT felvétel. Az a CT felvétel az tartalmaz csontot, ereket, idegeket, mindent. Azokat a orvosok a mérnökök segítségével beszínezték, ezeket az, tehát a háromdimenziós modell adva volt, és beszínezték olyan színűre, mintha az a valóságnak megfelelt, és utána ez a nagyon speciális tintás nyomtatással kinyomtatták, tehát ez a baloldali ábra lényegében egy emberi fejet ábrázol, és itt a színek is majd, hogy nem megegyeznek a valóságnak. Na most visszatérve az indiai sziámikrekre, az indiai sziámikreket az orvosok a CT felvételek alapján nézegették a felvételeket, de mentek vele valamire, de nem olyan sokra. A Varinex budapesti Kft-ről van szó, a Varinex nyomtatta ki nekik, több próbababát, bábút nyomtatott ki nekik, amikor a két sziámikre, ahol össze volt illeszkedve, egybe ki volt nyomtatva, és ezen gyakorolták be, hogy hogyan tudják őket szétválasztani. Ha a 3D nyomtatás nem lett volna, lehetséges, hogy nem élték volna túl, ezt kell mondom. De hál' az én, ez egy happy end, volt ilyen nyomtatás, van ilyen nyomtatás, tehát igazából ez is már elősegíti. Itt miben segített? Az ereket, mindent, tehát pont úgy nézett ki minden, mintha az ő szer, tehát mintha őket éppen operálták volna. Erek minden ott volt, órákon keresztül tudták tanulmányozni, és a legvégén úgy szétválasztották, hogy mai napig egyébként élnek a sziámikrek, kicsit azért utána olvastam, de mai napig élnek, jól vannak, és köszönik a magyar orvosoknak, hogy ez így történt. Én meg köszönöm a additív technológiának, hogy ezt így elősegítette. Műalkotások és ékszerek, ez is sokakat érdekel ez a téma. Az ékszerek tekintetében azt kell tudni, hogy inkább arra használják, hogy az öntőformát gyártják le vele. Bármilyen öntőformát le tudnak vele gyártani, utána ezt az öntőformát bevonják egy mázzal, ezt a mázat kiégetik, az öntőforma kifolyik ebből, és utána abba bele fogják tudni önteni az aranyat, ezüstöt, vagy platinát, vagy bármi ilyesmit. Ezt precíziós, úgynevezett viaszfeszejtéses öntésnek nevezik. Ipari 3D nyomtatás. Az ipari 3D nyomtatásról nem nagyon szeretnék sokat beszélni, mert igazából minden olyan gép, ami nagyméretű és pontosan nyomtat az ipar számára alkalmas nyomtatásra, jobb oldali ábrán látható, hogy már léteznek olyan gyárcsarnokok, ahol nagy csomó 3D nyomtatógép el van helyezve, és hogy gyártanak és ontják az alkatrészeket. Hát odaértünk, amit szerintem mindenki várt, ugye az ételünkbe, hiszen eddig megnéztük, hogy az életünkben hogy szerepel a 3D nyomtatás, és most nézzük, hogy az ételünkben is hogy található ez meg. Hát mennyit kell várnunk az ehető nyomtatványokra? Semennyit. Tehát megoldották a problémát. Azt kell tudni, hogy a jobb oldali ábrán például egy steak látható, ez 3D nyomtatással készült, bármennyi is az igazira hasonlít. A nyomtatás során arra ügyelnek, hogy a nyomtatás során az extrudálási technológiát használják egyébként, tehát amikor porok, masszák, folyadékok keverékét adagolják több fej segítségével, és utána ezt kinyomtatják. Ennek egy továbbfejlesztett változat, amikor lézerrel egy picit még meg is égetik. Egy amerikai kutatás szerint 2024-re 40 milliárd dollárt fog elérni ez a... Tehát most vagyunk 2024-ben, pontosabban, tehát ez év végére egy 40 milliárdos üzlet lesz, akinek esetleg üzleti befektetésre támad kedve, akkor ez egy jó biznisznek mutatkozik. Egyébként 2020 és 2040 között ez nagyon-nagyon meg fog majd valószínűleg ugrani. A legegyszerűbb 3D nyomtatás a sütemények terén figyelhető meg. Azért, mert ha belegondolunk, régebben is csináltak olyat, hogy még mai napig,
hogy egy zacskóba beleraknak valamilyen masszát, és akkor szépen kinyomják, mondjuk a mézes kalács készítése során. Nagyon hasonló az eljárás. A sajtorta felépítés egyébként nem egyszerű, ez a videó mutatja, tehát a tudósok azok, látható, hogy hát sok szabad idejük volt, és megvizsgálták az optimális sajtortának a felépítményét. Több ilyen kazetta látható, ezeket a kazettákat megtöltötték, rétegeket felbontották, hogy most éppenséggel cseresznye juice, vagy ilyen, tehát amik hozzá kellenek, azok hogy szerepelnek rajta, és akkor rétegről rétegre tartályok váltogatásával folyamatosan nyomtatták a tortát, és akkor egyszer csak, mint látható, hogy elkészült. Tehát jelenleg egy szétfolyt pacának tűnik egyébként, de ahogy alakul a történet, úgy egyre jobban szépülni fog. Tehát a legvégére igazából egy ízléses torta készült el. Aztán lépjünk tovább a lazacfilére. A következő az a lazacfilé volt. A lazacfilé az egy osztrák bolt piacán egyébként, tehát osztrák boltokban megfigyelhető, hogy ott már lehet kapni jó ideje. Mindjárt mutatom is, hogy milyen árban árusítják ezt. Azt kell tudni erről, hogy ezt fel is olvasom egyébként, mert a vezérigazgató mondta, hogy az ipari méretű 3D élelmiszer nyomtatás mérföldkő, egy kreatív élelmiszer forradalomba lépünk, olyan korszakban, amikor az élelmiszereket pontosan az ügyfél igényei szerint tudjuk kialakítani, nem csak egy vegán alternatívát hozunk létre, az élelmiszer jövőjét alakítjuk ezzel ki. Ezt mondta Robin Simsa. Igazából a lazacfilének a egyik fontos összetevő az omega-3, ugyanis attól lesz halíze és halszaga, de ezen kívül más egyéb dolgokat is tudnak belerakni. Tehát egy teljesen vegán lazacfilét tudnak kialakítani. Itt a videóban látható volt, hogy íz lett a fiataloknak, akik ottan ezt elkészítették, tehát egymástól még el is szedték. 2900 forintba kerül 130 g lazacfilé. Egyébként visszajövök, tehát itt van a link, tehát hogyha valakit érdekel, akkor le is írt, és akkor meg tudja rendelni. Egy-két napon belül megérkezik a áramnyomtatott lazacfilé. Gondolom, egyébként mi is akartunk már sokszor venni, csak az a baj, hogy mindig le kellene fagyasztani, és akkor ugye megenni azt lehet, hogy mi se szeretnénk, tehát hogy bennünk van a kísérleti vágy, de hát mi inkább alkotni szeretünk, mint sem próbálni. Hát vegán steak. Nézzük a vegán steaket. A steak az egy drága dolog, ezt szerették volna olcsósítani. A vegán steakre azt kell tudni, hogy 4 fő alkotó eleme van, izmok, a benne lévő zsír, a mioglobin, illetve hát még tartalmaz szöveteket is. A vegán steakre azt kell tudni, hogy tényleg, tehát látszatra nagyon hasonlít, a leírások alapján ízre is hasonlít az igazi steakre. Hát így néz ki, mint tehát az úriember itt elvágja a steaket, és utána megsütik. Ez a steak, hát egyértelmű, az amerikaiak a nagy steakesek, tehát hogy számukra készült ez. Tehát a vegetáriánusok is tudnak steaket fogyasztani. Igen, nagyon gusztusos, hogy itten tépkedi az illető. Tehát azt kell mondjam, hogy hasonlít valamelyest az igazira. Az biztos, hogy vérszegény, hogy szokták mondani, hogy mennyire legyen a steak, tehát ez valószínű, hogy az. Ami még jó dolog benne, hogy az ízeket is tudják kombinálni. Tehát, hogyha valakinek kicsit másmilyen ízre van szüksége, akkor ki tudja kavargatni saját magának. Jó. A következő a pizza. Egyértelmű, hogy a végére adtam a pizzát, majd, hogy nem. A pizzáról mit kell tudni? Jó pár évvel ezelőtt beszéltem egy kollégámmal, és ővel azt beszéltük, hogy amikor még a nyomtatás elkezdődött, és most, hogy mikor az előadás anyagát összeállítottam, tapasztaltam, meg hát úgy sejtettem is, hogy meg is valósult, amiről annak idején beszéltünk, pár év múlva elképzelhető, hogy pizzériák nem pizzát fognak árulni, hanem 3D nyomtatókat, ahhoz kazettákat, és amikor én a pizzát megrendelem, itt a telefonon is látható, amikor a pizzát megrendelem, akkor lényegében otthon a nyomtató nekem kinyomtatja a pizzát, én oda megyek, és akkor utána csak meg fogom sütni. Az is elképzelhető, hogy megsüti helyettem, hiszen lézerfény segítségével pikpak el tudja készíteni
a pizzát, de más egyéb alkatrészeket is el tudok képzelni. Azt is el tudjuk képzelni, hogy központosítják, és akkor akár, tehát nem csak az ételekre gondolok, hanem a műanyag termékekre, vagy fém termékekre is, és akkor, ha valamire szükségünk van, akkor csak elmegyünk egy ilyen nyomtató központba, ahol átvesszük a kinyomtatott terméket, amire szükségünk van. Jó. Lézerrel ételt főző 3D nyomtatóra is készülhetünk, tehát így felvezettem már nagyjából, hogy miről van szó. Azt kell tudni, hogy a jobb minőségű ételek esetében, mi a jobb minőségű étel, és kinek kell jobb minőségű étel? Hát nem a halandó emberekkel gondolni, mondjuk az űrhajósoknak, vagy a katonáknak, a frontvonalon vannak, őnekik bizony ezeket a húsokat, ezeket úgy kell elkészíteni, annak legyen tartalma és beltartalma is, és a lézer segítségével az étel nem csak hogy kinyomtatom, hanem már meg is fogom főzni. Úgyhogy ez így néz ki. A Columbia Egyetemnek egyébként egy doktorandusza nyilatkozta ezt. Ez a nyilatkozata, ez tavaly novemberi egyébként. Ez tavaly novemberi nyilatkozat, ami itt szerepel. Váltig állítja, hogy ez a jövő. Mi mondom, hogy tehát kollégáimmal már ilyen 5-6 évvel ezelőtt, de lehet, hogy még több is beszéltük, hogy pár év múlva otthon lesz egy nyomtató, és akkor amikor a pizzát, vagy akár mikor elindulunk hazafelé, akkor a pizzát megrendelünk, és mi hazaérünk, elkészül. Igazából, ha belegondolunk, biztos, hogy nem kerül bele olyasmi, amit nem szeretnénk, hiszen otthon nálunk steril körülmények között fog majd készülni, ami a tartályban van, az fog belekerülni majd. Hát, hogy a kinézete milyen, visszajövök ide, tehát akár még szívalakú is lehet, tehát igazából még a szívünket is melegítheti. És akkor a előadásom legvégére hagytam egy ilyen videót, amely videóban a világ első 3D nyomtatós étterme látható Londonban. Azt kell tudni az étteremről, hogy itt minden 3D nyomtatással készült, tehát a székek, a tányérok, a lámpabúrák, a késvillat, tehát az étkészlet, minden 3D nyomtatással készül, és a 3D nyomtatók körben asztalokra ki vannak helyezve, és 3D nyomtatással készült asztalokra ki vannak helyezve, és amikor bemegyek, csak szépen, mint a Lego, kiválogatom, hogy mire van szükségem, mit tegyen bele, mit kavarjon bele, és utána ki fogja majd nekem azt nyomtatni, nem is sokat kell rá várni, ott kinyomtatja, és utána oda megyek, elveszem. Ha cukrászati termékekről van szó, akkor igazából, ha az alapanyagok úgy vannak elkészítve, nem is muszáj megsütni, megfőzni, egyszerűen már rögtön tudjuk is fogyasztani, de ha egy mikrohullámú sütőbe berakjuk, akkor akár ugye az is el tudja nekem készíteni. Egyébként a csokoládé nyomtatása az is már jó ideje 3D nyomtatással megvalósítható. Talán az élelmiszeriparban az volt az egyik legelső, hiszen a sajtortárnál is ott lehet látni, hogy hát ez ilyen masszákat, azokat, pépeket könnyen ki lehet nyomtatni. De ha valaki nem elégszik meg ezzel, hogy 3D nyomtatás, olyan étteremben mindjárt, ahol 3D nyomtatással készítik az ételt, akkor otthonra is tud vásárolni ételnyomtatót. Pici magyar vonzata van, ugyanis a Houdini, ugye egy magyar ember volt Houdini, és Houdiniről nevezték el, az a neve a nyomtatónak, hogy Houdini. Ugye a food a étel szóba jött, és Houdininek nevezik azt a nyomtatót, ami ételnyomtatására alkalmas, és meg lehet vásárolni otthonra is. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, de azért még itt erre a képre felhívom a figyelmet, mert egy dologról nem beszéltem annyira, a divatról, ruhát is lehet természetesen 3D nyomtatással készíteni, sőt, létezik olyan eljárás, hogy ruhára nyomtatunk műanyagokat, ilyen szép díszeket, Olaszországban, Franciaországban, az olyan utcákban, amik kifejezetten a divatnak készültek, ott lehet kapni ilyen ruhákat, igen borsos áruk van. Pont múltkorában beszélgettem egy olyan céggel, akik olyan nyomtatókat készítenek, ami ruha nyomtatására alkalmas, és azt mondja, hogy veszik ezeket a nyomtatókat a nagyobb márkák, elég drágán adják egyébként azokat a ruhákat, amik ezzel a technológiával készülnek, de hát maga a gépnek is jelenleg az értéke még nagy, illetve hozzá szükséges alapanyagnak is. Úgyhogy ezzel szerettem volna zárni a rendszámat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet!